1946 elejének egyik megrázó eseménye volt a magyarországi németek, a svábok kiűzése. A kitelepítésről írásos dokumentumok vannak, készültek filmfelvételek is, de ezek máig nem kerültek elő. Csak az úgynevezett cenzúra lap maradt meg. Magában ez az érdekes, a kormány köreiben, a belügyminisztériumban, a törvény előkészítési osztályon dolgozott akkor Bibó István, az általunk ismert, kiváló történész, szociológus, úgymond talán politológus is, aki három memorandumban is állást foglalt a kitelepítés ellen, minden elképzelhető érvet, nagyon hatásosan felvonultatott, gazdasági érveket is, politikai érveket is. Azt mondhatnám, hogy az okok láncolatában közvetlen oka vagyok annak, hogy Magyarországon a sváb kitelepítés határozatba ment. Az történt nagyon furcsa, mert rettenten nem tetszett nekem az egész. Bibó István visszaemlékezéseiből csak töredékek maradtak meg, többnyire csak hangszalagon. 1945 nyarán én már a pesti belügyminisztérium voltam, nyár elején, Klen tolnyában, Baranyában elkezdődtek ilyen teljesen kalóz akciók, amiket néhány paraszpárt és néhány kommunista kezdeményezett, azonban láttak, hogy egész falvakat kihajtottak egy környező rétre, ahol azok esőbe, hóba, teljes ellátatlanságban ottan nyomorogtak, gyerekek haltak, mindenféle ilyen szabályos deportálási akció következett, csak éppen végcél és értelem nélkül, és erről, mikor én az első híreket megkaptam, rendkívül elképedtem, és valahogy úgy éreztem magam, hogy a zsidó írtás után most még lesz itt egy sváb írtás, ez végül mind a magyar nemzetnek a böcsületét lesz valami folt. Akkor én sürgősen szerkesztettem egy jogszabályt, amelyik a svábok, a Volksbundisták számon kérését egy aránylag rendezett eljárásban precizírozta. Három kategória volt: a Volksbund vezető, Volksbund tag és Volksbund támogató. Ez volt egy ilyen elosztott könyv, kivel mit lehet csinálni, ilyen munkakötelezettségek és hasonlók utat. Na most ebben is én egy ennek a szerzője voltam, úgyhogy akaratlanul egyszer csak a sváb számon kérés apparátusában egy szerepem lett, ami abszolút nem passzolt az egyéniségemhez. Majd pedig hát a határozatban ment a németek kitelepítés, és abban nekem már közvetlen szerepem nem volt. Ami engem különösebben megragadott, az arra való nagyon határozott rámutatása volt, hogy gondoljuk meg, hogy alig telt el több mint egy esztendő azóta, hogy magyarországi zsidóságot deportálták. Most pedig valami hasonló akció van készülőben a németek kitelepítésével. Hát miféle benyomást fog ez kelteni, hogy zsidótlanítunk, aztán svábtalanítunk, ugye, hogy a sajtó olyanokat írt, hogy új magyar honfoglalásra kerül sor, amelyben ugye a magyarok élet lehetőségeinek kiterjesztése válik lehetővé azáltal, hogy megszabadulnak most a német lakosságtól. A magyar nemzetben megjelent egy állásfoglalás 26 aláírással. A legkiválóbb magyar művészek, írók, zsurnaliszták, politikusok, akik felemelték szavukat ez ellen a megoldás ellen, és olyasmik olvashatók ebbe, hogy kérem szépen, kétségtelenül voltak a magyarországi németség soraiban nem lebecsülhető eltévejedések azon hatások következtében, amelyek őket érték. Na de gondoljuk meg, hát az ország magyar lakossága
körében nem hatottak hasonló káros befolyások, és nem mutatkoztak ilyen tendenciák. Felvilágosítással, neveléssel jó útra kell téríteni ezeket az embereket, és nem pedig megfosztani őket a szülőföldjüktől. A svábok kitelepítéséről készült elveszett filmriport cenzúra alapjáról elolvasható a film kísérő szövege. Ilyenek vannak benne. A magyarság régi adósságát törleszti a hazai svábokkal szemben, amikor kitelepíti őket arról a földről, amely érdemtelenül volt otthonuk évszázadokon át. A magyarországi svábság az utolsó 5 esztendő alatt különösképpen bebizonyította, hogy idegen a nemzet nagy érdekeitől. A náci uralom előőrseiként szerepeltek és volksbundista alakulatokban szervezkedtek az ország elárulására. Kitelepítésük az emberségesség és messze menő jó indulat jegyében történt meg. A kitelepítések egyik tanúja Skultéti Csaba, aki később sok éven át Münchenből a Szabad Európa Rádióban szólt a hazaiakhoz. Akkor diákkora végén tartott. Én ahhoz a nemzedékhez tartozom, az akkori fiatalokhoz, akiket a frissen a város, Budapest városában előrehatoló szovjet csapatok az utcáról elhurcoltak. Aki ma belép a Gödöllői Agrártudományi Egyetem épületébe, nem sejti, hogy ott akkor milyen szörnyűségek zajlottak le, milyen szörnyűségek színhelye volt ez az épületkomplexum, a korábbi Premontrei gimnázium. Gödöllő, Cegléd, a moldvai Fogsáni, ahonnan életem legnagyobb bravúriaként a teherpályaudvarról megszöktem. Ez előzménynek kell, mert így érkezve Budapestre barátaimmal, frissen végzett egyetemisták munkahelyet kerestünk a lehetetlen körülmények között. És így barátok által hallottuk, hogy keresnek fiatalokat a svábok kitelepítése kapcsán leltározásra. Tehát mi kitelepülő svábokkal talán egy kivételtől eltekintve nem találkoztunk. A budakörnyéki falvakban történt mindez. Jellemző, hogy a friss szovjet tábor élmények kábulatában és Auschwitzról akkor értesültünk a legtöbben. A nagy összefüggéseket szinte nem is követtük. Bekerültünk egy-egy faluba, még a nevükre sem emlékszem, hogy melyekben voltunk. Ott álltak a bútorok, azokat kellett leltárba venni, volt fa, befűtöttünk, még bort is találtunk, és kiderült, hogy az a bor nem szórakozásra való, kedélyes együttlétre, mert felében vízezet volt, hanem a sváb gazdák a szőlőhegyi munkához, szomjuk oltására használták. Hát ez tartott körülbelül 3 hétig. Személyes élmény, mit mondjak, emlékszem a falvak feszült hangulatára, ki az, akit kitelepítenek, kit nem. Egész biztosan sok helyi intrika, feszültség, politikai szempontok, a szomszéd szeretése vagy nem szeretése, ilyenek voltak döntő momentumok abban, hogy kikerült rá a listára, kikerült le róla az utolsó pillanatban, és kikerült talán helyette rá.